Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Először nézzük legfontosabb híreinket röviden. Rendőrségi közlemény, nem rabolnak gyerekeket a Dunakanyarban. Árvácska, 20 éves az egyesület. Vasvári óvoda, kerek évforduló az intézményben. Csupán a gyermekek képzeletében történt meg a visegrádi gyermekrablási kísérlet. A valóságban nem, közöltem a rendőrség weboldalán. Az interneten jelent meg a napokban, hogy Visegrádon múlt hét pénteken futballedzésről hazafele tartó gyermekeket próbáltak meg berángatni egy autóba. Néhány médiatartalom szolgáltató a minden valóságot nélkülöző értesülésről, az ellenőrizetlen információkat átvéve azokat tényként beállítva próbálta meg az esetről tájékoztatni a közvéleményt. A rendőrségre ugyan bejelentés-feljelentés nem érkezett, azonban a közösségi felületen terjedő híresztelést észlelve a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai azonnal adatgyűjtésbe és tanúkutatásba kezdtek. Az érintetteket is meghallgatták. Szüleik jelenlétébe elmondták a rendőröknek, hogy a gyermekrablás kísérletének történetét ők találták ki, hogy társaikat megvicceljék. Az valójában nem történt meg. A szentendrei rendőrök a gyermekek elmondása mellett az adatgyűjtés és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése útján is kétséget kizáró módon megállapították, hogy a kreált történet a valóságban nem történt meg. A rendőrség ezúton hívja fel az internet használók figyelmét arra, hogy az általuk látogatott közösségi oldalakon és egyéb nyilvános fórumokon ne terjesszenek és osszanak meg felelőtlenül bármilyen híresztelést, mert ezzel adott esetben indokolatlan félelmet és pánik hangulatot kelthetnek. Három helyszínen várják az állatbarátokat, leendő gazdikat az Árvácska Állatvédő Egyesület tagjai a szervezet 20. születésnapja alkalmából szombaton. Az állatok világnapján a programok a Menhelyen, a nagy parkolóban, este pedig a V8-ban lesznek, ahol Schwarz Dávid és kollégái adnak jótékonysági koncertet az egyesület javára. A szentendrei Árvácska állatmenhely 1997-ben jött létre, majd 2001-ben vette át a vezetést Stakó Edit. A menhely jelenleg anyagi gondokkal küzd, amelyre egész évben keresik a megoldást, támogatók és szponzorok bevonásával az ott dolgozók. Amikor megépült a menhely, vadonatúj volt minden, azért megfordult itt legalább 7-8 ezer állat. A kutyák azok több mint 4 ezer, és a macskákból is 2-3 ezer darab már megfordult a menhelyen, tehát lelakták. Fel kellene újítani, rendbe kellene tenni a menhelyet, de nincs rá soha pénz. A menhely egész éves keretét javarészt az adó 1%-ból beérkezett összeg biztosítja. A múlt évben befolyt 13 millió forint erre az évre 10 millió forintra csökkent, ami a már meglévő állomány fenntartására sem elég, a vezetőnő elmondása szerint. Esztergomtól Budapestig mi vagyunk a Dunakanyar egyetlen olyan menhelye, ahova hát bepasszírozzák, hogy úgy mondjam, az állatokat, a talált állatokat. A legkülönfélébb indokokkal helyezik állatmenhelyre a jószágokat az odaérkező emberek. Jelenleg a felnőtt kutyák száma 85, a kölykök száma 32, a cicák száma 85 a szentendrei Árvácska állatmenhelyen. Három helyszínen fogjuk ezt az évfordulót megünnepelni, mert ugye egybe van kötve az állatok világnapjával is, ami az október 4-e, és hát a Szentendrén a nagy parkolóba lesz az ünnepnek a tulajdonképpen a centruma, de ugyanakkor várjuk a látogatókat ide a menhelyre is. A menhelyen lehet kutyákat szeretgetni, sétáltatni, és reméljük, hogy az időjárás is kedvezően hat ránk, és jó időnk lesz. Itt a menhelyen, mondom, lehet az örökbefogadók, esetleg ismerkedni kutyáinkkal, macskáinkkal, hát ha megtetszik egy-egy kutyus vagy egy-egy cica, és akkor örökbe fogadják, és a másik pedig az utolsó helyszín az az esti koncert lesz, amit hát Schwarz Dávid szervezésével és közreműködésével egy pár vendéggel reméljük, hogy jól fog sikerülni. Külön kihívás a menhely számára, hogy az emberek tudatából kitöröljék a harci kutya kifejezést. Azt kívánják megmutatni, hogy egy kutya olyan, mint amilyennek a gazdája neveli. Schwarz Dávid is a kezdeményezés mögé állt.
A Szentendrei Árvácskát személyesen volt lehetőségem megismerni, hogy milyen szeretettel és odaadással gondoskodnak az örökbefogadott, vagyis hát befogadott állatokról. Érdemes elmenni annak, aki tervez mondjuk házi állatot vagy kisállatot, mert ezt szerintem mindenkinek látnia kell, és nem egy kellemes dolog, tehát én akárhányszor oda megyek, összeszorul a gyomrom, és a gombóc ott van a torkomban, hogy ahogy belépsz, ez a sok állat, mint az őrültek, ugatnak és kéreckednek, hogy vidd haza, valami egészen elképesztő érzés ezt látni. Az árvácska egy olyan menhely, akik nagyon sokszor nem kapják meg azt a segítséget, amire szükségük lenne. Nagyon sok önkéntesük van, de azt gondolom, hogy folyamatosan elkél az, hogy legyenek támogatók, legyenek civilek, aki tényleg adakozó szellemű, mert sajnos nem elég az, hogy az ott dolgozók minden erejükkel tényleg reggeltől azon vannak, hogy ezek az állatok tisztán legyenek tartva, legyen megfelelő eledelük meg minden, tehát fontos lenne tényleg akár az önkénteskedés, az adományoknak a folyamatos gyűjtése, ezekből sosem elég meg, hát ugye elhasználódnak. Várunk mindenkit szeretettel a Szentendrei Vizes 8-asnak a nagy termébe, aki szeretne mellénk állni és az árvácska mellé állni szeptember 30-án este 7 órától. A sok nehézség ellenére a Szentendrei Árvácska menhely most szombaton a 20. születésnapját ünnepli, amelyre várják a szervezők az érdeklődőket a 3 meghirdetett időpontban és helyszínen. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Vasvári Pál úti tagovoda pénteken délután. Az óvónők, a dajkák és a gyerekek is lázasan készülnek a szabadtéri programra, ahol a gyerekek előadása mellett egy meglepetés produkció is lesz majd. Egy egykori óvodás is fellép majd, aki ma már országos népszerűségnek örvend. Szentendrén az elmúlt években nagyszabású óvoda felújítási program valósult meg az úgynevezett Ovisuli pályázat segítségével, amelynek keretein belül a mai kor és az EU normák követelményei szerint kívülbelül megújult a Vasvári Pál úti tagovoda. Az udvarokon a gyermekek biztonságos körülmények között játszhatnak, minden udvari eszköz és a kialakított környezet is megfelel az EU által támasztott követelményeknek. Az óvoda mind az 5 csoportja készül az ünneplésre, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lázas izgalommal készülünk, mind a dolgozók, a kollégák, mind pedig a gyerekek nagyon várják ezt a napot, és nagyon örülök, hogy a szülők is aktívak, segítenek a készülődésbe, és mindenkit be tudunk ebbe vonni. A kicsik ebből mit értenek? Hát az, hogy izgatottan készülünk, dekorációk készülnek, beszélgetünk arról, hogy az udvarra lufikat rakunk, hogy virágokat, hogy miért virágozzuk fel az udvart, és emlékeztetjük őket arra, hogy nekik is van születésnapjuk, ők éppen 3 évesek voltak, milyen nagy nap ez az ő életükbe, egy óvoda életében ugyanilyen nagy nap a születésnap, tehát így próbáljuk őket rávezetni, hogy értsék és érezzék. Az óvoda erőssége a sport, a mozgás, az egészséges életmódra nevelés. Továbbá fontos szerepet kap az önállóságra, a környezettudatosságra és a magyar néphagyományok ápolására való nevelés. Készülnek az óvodásaink kis műsorral, vásári játékkal, szüreti játékkal, a kis középső, illetve a nagy csoportosok. Ezen kívül miután délutánonként az óvodában vannak mozgásos programok, az egyik délutáni program keretében egy esernyős táncot tanultak a gyerekek, és ezt szeretnék majd előadni, illetve meghívott vendégünk van, egy meglepetés vendég, akit nem szeretnék elárulni. Óvodánk régi óvodása, és ő jön el, és valami meglepetéssel szolgál a gyerekek, a szülők számára. A Szentendrei Tagintézmény különlegessége, hogy 40 évvel ezelőtt az épület kifejezetten óvodának épült. Az óvoda 40 éves, vagyis 77-ben adták át, amikor ez egy nagyon nagy dolog volt a város életében, mert abban az időben főleg villaépületekből kialakított óvodák voltak a városba, ahol nem voltak ilyen szép tágas és világos csoportszobák, nem volt ennyi nagyon szépen kialakított mosdóhelyiség, tágas öltöző. Ebben az óvodában minden megtalálható,
2010-ben egy csodaszép tornatermet is építettek hozzá, illetve alapítvány és egyéb szponzorok segítségével sószobát is kialakítottak. Én úgy gondolom, hogy a mai kor elvárásainak maximálisan megfelel, természetesen vannak fejlesztendő területeink, bútorok szépítése, udvar fejlesztése, vannak terveink és céljaink, de én úgy hiszem, hogy még most is egy nagyon jól felszerelt óvodának számít a vasvári tagovoda. A városi óvodákban először egy úgynevezett mobil óvoda egységet telepítettek, amely szervesen kapcsolódik a meglévő épülethez. Az így létrejött csoporttal együtt 2010. szeptembere óta az intézmény 5 csoportos óvodaként működik. Nagyon szép, tágas, jól felszerelt ez a csoportszoba is. A kollégák, a gyerekek és a szülők elégedettek vele. Megszoktuk, az óvoda látképét abszolút nem rontja. Jelenleg 108-109 fő van az óvodában, ami folyamatosan, mivel kis csoportunk van, és folyamatosan töltjük, amikor a 3 évet betöltötték a gyerekek, akkor jöhetnek óviba, úgyhogy ilyen 115 fő körül leszünk majd tavaszig. A jelenlegi vasvári úti tagovoda vezetője egy éve van jelen az óvoda mindennapjaiban, ezért híradónk segítségével is szeretné meghívást továbbítani a ma már nyugdíjba vonult óvónőknek és régebbi óvodásoknak is. Mi már péntek délelőtt fogjuk díszíteni az udvart, illetve az egyéb tereket az óvodába. Lázas készülődés fogja megelőzni, mind a dolgozók, mind a szülők segítenek ebben. Délután pedig 3:30-tól, illetve 3:30-tól kezdődnek a programok, de már kicsit hamarabb is lehet érkezni, hogy kiket várunk. Várjuk azokat a régi kollégákat, akik az elmúlt 40 évben itt dolgoztak, és mivel én egy éve dolgozom az óvodában, nem ismerhetek mindenkit. A kollégák azóta nagyon kicserélődtek, a nevelőtestületnek a tagjai, így felhasználjuk a tévé nyilvánosságát, és köszönjük a lehetőséget, hogy mindenki, aki a vasvári óviba dolgozott, és szívesen jön vissza, az most tegye meg, és jöjjön, és ünnepelje velünk a 40. születésnapját az óvodának. A mozgás szervesen jelen van a mindennapjaikban az úgynevezett mindennapos testnevelés által, melyet minden csoportnak a saját csoport szobájában jó idő esetén az udvaron tart az óvoda pedagógus. A szervezők reménykednek a pénteki jó időben, hiszen a programot szabadtérre, az óvoda udvarára tervezték. Az ünneplést közös tortaevés zárja majd. Csocsó bajnokságot tartottak az offline centerben múlt héten. Maximum 2 fős csapatok jelentkezését várták a szervezők. Nevezni online és a helyszínen is lehetett. A nyeremény 2 darab mozi belépő, valamint a nyertes nevével ellátott vándorkupa volt. Egyre több fiatal látogatja azt a szentendrei helyszínt, ahol a kikapcsolódás mellett csocsózhatnak is az érdeklődők. A rendezvények nyitottak, bárki részt vehet a programokon, a célközönség azonban mégis a gimnazista és az egyetemista korosztály. Úgy jellemzően a hétköznapokon azt mondanám, hogy a 6-ostól mondjuk ugye a 10-es, 11-es korosztályig, de ezen felül egyébként vannak egyetemistáink is, vannak az idősebb korosztályból, vannak fiatal kismamák, apukák a gyerekekkel, ugye itt van a játszótér két oldalon is körülöttünk, úgyhogy szeretnek ide bejönni egy-egy, akár esős napon, vagy úgy csak a játszótérre betérni. A nyári időszakban több szabadtéri program szervezése után ősszel is aktívan szeretnék szórakoztatni a fiatalokat a szervezők. Októberben elindul Kalandok és Kultúrák néven egy programsorozat, ahol különböző előadókat hívunk meg, akik ugye ebbe a témába beleillenek. Egyelőre még nem árulok el semmit, a Facebookon lehet tájékozódni, ott is egyre több információt osztunk meg, illetve lesz társasjátékest is itt, illetve a mai nap pedig egy csocsóbajnokság lesz. Barbarics Péter a tavalyi utolsó bajnokságot inkább 0. alkalomnak nevezné. A tervek szerint állandósítani szeretnék a rendezvényt. Mostantól 4 évenként rendezik meg városunkban a csocsóbajnokságot.
elindítunk egy vándorkupát is, úgyhogy itt ki lesz téve az offline centerbe ez a vándorkupa győzteseknek a nevével, úgyhogy minden évben, minden negyed évben ezt meghirdetjük, úgyhogy el lehet nyerni ezt a vándorkupát, illetve értékes nyeremények is vannak a győztes csapatnak. Ezt most így szeptemberben elindítottuk, és szeretnénk ezt, ahogy mondtam, hogy negyed évente, legközelebb majd december vége környékén lesz. Indulni párosban lehetett a versenyen, ám a szervezők bátorították a nevezőket, hogy szólóban is regisztráljanak, akár online, akár a helyszínen, mert a versenyre találtak párt mindenkinek. Nem mindig tudunk a versenyzők előtte játszani, úgyhogy általában élesbe találkozunk, van egy bemelegítő gól, ott azért úgy felmérjük a helyzetet, hogy végül is milyen képességei vannak az ellenfélnek, és aztán ugye egyből kezdjük. Komolyabban igazából talán egy éve kezdtem el gyakorolni trükköket, de hát már gyerekkorom óta sokszor próbálkoztam játszani, mert tényleg izgalmas, meg nagyon, nagyon szeretni való kis sport. Mi a cél ma este? Hát a győzelem. A bajnokság előtt Zsebe Levente még nem is sejtette, hogy valójában ő lesz a szeptemberi csocsóbajnokság győztese. Valószínűleg ő és a többi résztvevő is készül már a soron következő decemberi csocsóbajnokságra. Nézzük, milyen időre számíthatunk holnap. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, többfelé hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, eső csak elszórtan alakul ki. Délután 18-22 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Csupán a gyermekek képzeletében történt meg a visegrádi gyermekrablási kísérlet, a valóságban nem, közölte ma a rendőrség weboldalán. Három helyszínen várják az állatbarátokat, leendő gazdikat az Árvácska Állatvédő Egyesület tagjai a szervezet 20. születésnapja alkalmából szombaton. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli a Vasvári Pál úti tagovoda pénteken délután. Az óvónők, a dajkák és a gyerekek is lázasan készülnek a szabadtéri programra. Ez volt már a Híradó, maradjanak velünk, hamarosan Testőr című magazin műsorunk következik, amiben dr. Balogh Gyula kardiológus beszél majd a szív- és érrendszeri betegségekről. Hírmagazinnal legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Adásunkat élőben is megnézhetik a tvszentendre.hu oldalon, ahol korábbi híreinket is elolvashatják. És ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!